Szeretettel üdvözlöm Önöket! Olyan jó, hogy még mindig szép az idő, úgyhogy néha az ember sajnálja is, hogy beüljön a szobába tévét nézni, de azért a Tea Glóriával legyen egy kivétel, amihez szívesen ülnek oda. Már csak azért is, mert ma is sok érdekesség lesz ebben az adásban, hogy hogy válogattunk, azt majd elmondom. Tehát Önök a Tea Glóriával című adást látják, engem Geszti Glóriának hívnak, és pár héttel ezelőtt ünnepeltük a 16. születésnapunkat. Ez a műsor azért jött létre, hogy egy kicsit beüljek oda Önökhöz otthon beszélgetni, érdekes dolgokról, hasznos információkat mondjak, és azt hiszem, hogy ezt hétről hétre úgy meg is tesszük, jól érezzük magunkat egymással. Aki ennél többet szeretne tudni a műsorról, annak ajánljuk a weboldalunkat, www.teagloriaval.hu. Aztán van Facebook oldalunk, ott érdemes a sok-sok képeket megnézegetni, sőt, én múltkor most épp azt játszottam, hogy 10 évvel ezelőtt ez a vendégem így nézett ki, most milyen más, tehát jó sok érdekességet lehet találni. Ami pedig a legközvetlenebb kapcsolat, az maga a telefon, ahol már a hangjukat is hallhatom. Ezt a telefonszámot lehet hívni reggel 9 után, de akár este 9-ig is, és így hangzik 0620 9 340 330. Vannak ismétléseink, tehát a szerdai főműsor, ami 20 órakor kezdődik után, már csütörtökön hajnalban meg lehet nézni a műsorunkat, ne bánják, ha éppen nem jön álom a szemükre, vagy csütörtökön ebéd után 13:30-kor megint csak meg lehet nézni. És ha még ez sem lenne elég, akkor szombaton 18 órakor, vagy vasárnap reggel 8-kor. És akkor nézzük meg, hogy mi minden lesz ebben a mai műsorban. Mivel nyár van, és nagyon sokan még nyaralnak, mi úgy döntöttünk, hogy válogatunk a jó műsorokból. Persze lesz új is benne, de azokat néztük ki, amire a legtöbb telefon érkezett. Van ebben egészségügy, van ebben más téma, ami úgy érezzük, hogy Önöket jobban érdekelte. Tehát akkor nézzük meg, hogy mi minden is lesz a mai adásban. Új utak az egészségmegőrzésben, és persze a tiszta víz, azaz életünk alapja. Hát ebből látnak most egy ilyen válogatást, nagyon-nagyon sokan kérdeztek rá, telefonáltak, ez pedig a csapvíz, vagy ásványvíz, vagy tiszta víz. Nagyon érdekes a felvetés, még ha látták is érdemes még egyszer megnézni. Ezután kulisszatitkok blokkunk következik, ez teljesen új, Gunyec Anna színésznő a vendégünk, és a Kazán István Kamara Színház nyáron is dolgozott, és ezekről a nyári színházi estékről beszélgetünk vele. Ezután, amit nagyon-nagyon sok telefont kapott, az nem más, mint a pezsgő kristállyal előzzük meg az érhálózatunk öregedését. Hát ez nagyon sok mindenkit érdekel, főleg, hogy olyan kellemes dolgot kínál, hogy üljünk a fotelba, áztassuk a lábunkat ebben a bizonyos pezsgőkristályban, és egy mofetta kabin erejét érjük el ezekkel a kristályokkal. Ezután, mivel még csak most hétvégén lesz maga a program, a szarvasi szilvanapok, még egyszer megmutatjuk Önöknek a beszélgetést, amely Szarvas polgármesterével készült, valamint Csasztvan Andrással, a szilvanapok főszervezőjével, hát ha kedvet kapnak, hogy hétvégén, mivel 3 napos bőven van lehetőség, Önök is leutazzanak Szarvasra. Egy kis napfényes dallamok is kellenek a műsorba, hiszen olyan jó nyáron is egy kicsit vidám zenét hallgatni, ami
olyan igazi nap sütötte. És ezután, ahogy azt önök szeretik, jön az egészségünkre. Teljesen új adással, Éliás Tibor természetgyógyásszal igyekszünk önöket meggyőzni arról, hogy éljenek egészségesen. Kedves nézőink, a mai adáshoz jó szórakozást kívánok! Új utak az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, tombol a nyár, melegünk van, izzadunk, és még akkor is, ha éppen van egy kis zápor, zivatar, az levegő még páradósabb lesz, mi még jobban izzadunk, mert szeretné a testünk, hogy lehűljünk, és a lényeg az, hogy különösen igaz, hogy igyunk sokat. És ebből már is adódik a kérdés, hogy de mit? Csapvizet? Ásványvizet? Tiszta vizet? Természetesen szakértőnkhöz, dr. Simon László egyetemi docenshez fordulok, aki vízkutató is egyben, sőt olyan szakértő, hogy egy komoly könyvet is írt már erről, hogy mit gondol, bármit ihatunk, vagy azért van egy-két jó tanácsunk? Én azt gondolom, hogy óriási különbség van víz és víz között. Legalábbis aki megkóstolta már a tiszta vizet, az... annak van fogalma, hogy mi is az, és aki esetleg pár hónapig fogyasztja, akkor van egy rossz hírem a többi ezeknek a számára, nem tud mást meginni, mert annyira megérzi, hogy a többi az nem annyira tiszta, vagy nem annyira kellemes. Uh-huh. Tehát akkor mindenféleképp a jó válasz az, ezt most az elején szögezzük le, hogy tiszta vizet igyon. Abszolút tiszta vizet, igen. Most ezt könnyű mondani, de hát akkor a legelső talán, hogy hasonlítsuk össze a csapvizet, az ásványvizet, meg a tiszta vizet. Igazából mindegyik ugyanabból a forrásból származik, tehát itt például Budapesten mi a Dunavizét isszuk. Hát a Dunavíznek az a problémája, hogy eléggé szennyezett. Hivatalosan a Duna Európa legszennyezettebb folyója. És gyakorlatilag a kavicszűrőket, ami 50 méteres mélységből szívja, vagy kapja, vagy tisztítja a vizet, azt nem igazán cserélte még le soha senki. Nem tehát is fogja. Mondhatjuk azt, hogy ez a legrosszabb megoldás. És akkor gyakorlatilag a csapvíz beérkezik hozzánk. Egy kicsit klóros is, gondolom. Belerakják még a klórt is, és hát igazán a szolgáltató addig a pontig vállal felelősséget, amikor beengedi a városi hálózatba. Most a városi hálózat az rendesen elavult. Tehát abban vannak arzéncsövek, nem arzéncsövek, hanem ólomcsövek, vannak esetleg azbesztcsövek, és meg nagyon sok különböző szennyeződés, ami lassan megint eljut majd hozzánk a csapon keresztül. Tehát a csapvizet meginni, azt én kockázatosnak tartom, sőt a német kutatók azt mondják, hogy hosszú távon ez egy garantált rák, uh-huh. 30-40 éves fogyasztás után, meg magas vérnyomás. Tehát még ha valaki egy pici szűrőt szerel a saját csapja végére, az sem fog csak... Az már egy kicsit jobb megoldás, tehát mondjuk egy brita kancsó, vagy esetleg egy szénszűrő, az már sokat segít abból a szempontból, hogy esetleg a klort kiveszi, vagy valamennyi szennyeződést kivesz, de a vegyi szennyezők, azok benne maradnak. És sajnos a Dunába pillanatnyilag azt mérjük, hogy a szennyezettségnek a 75%-a az növényvédőszer, és 25%-a a vegyi szennyezőknek az pedig mindenféle gyógyszer származék. Hát, ezt el tudjuk képzelni. És ez eljut hozzánk. Uh-huh. Tehát most teljesen mindegy, hogy budapesti vízből, tehát csapvízből készült ásványvizet iszunk, vagy esetleg a csapvizet iszunk, ez ott van benne. És ez valahogy érdemes volna kiszűrnünk saját magunk érdekében. Na de akkor mi a helyzet a boltban kapható ásványvizekkel? Azok különböző forrásokból, de szintén valahonnan származnak, és hát a német kutatók szerint, akik a német ásványvizeket, jó minőségű ásványvizeket vizsgálták be, ők azt találták, hogy körülbelül 24 ezer féle vegyi szennyeződés van benne. Ugye benne van magának a műanyag kioldásából is eredő származék. Tehát már árt, hogy az egy műanyag flakonban van, és az idők
De ezen túl 24 ezer az olyan rengeteg, és ugye a magyar szabványok azok csak ilyen 64 paraméterre adják meg az értéket, amit ellenőrizni kell, abból ellenőriznek 36-40-et maximum, és ez alapján azt mondják, hogy ez egy jó víz. Én kicsit kritikus vagyok a ásványvizekkel is, esetleg a gletszervizek azok már azt mondom, hogy jók. Jó, hát holnap fölmegyünk a hegyekbe, iszunk egy kis gletszervizet. De ha igazán tiszta vizet szeretnék inni, egészséges tiszta vizet, éltető vizet, akkor mindenképpen egy reverzozmózis rendszerű víztisztítót javaslok mindenkinek. Helyben vagyunk. Reverzozmózis tisztító. Beszéljünk akkor arról, hogy mi az, hogy reverzozmózis. Fordított ozmózis, és nagyon érdekes, hogy 56-os magyarok, amikor kimentek a NASA-hoz, ők fejlesztették ezt ki a NASA-nak. De jó, hogy mi mindenütt ott vagyunk. Ezt egy hölgy mesélte el nekem, aki visszajött Magyarországra, és meglátogatott bennünket, mert kíváncsi volt, hogy mi hogyan értékesítünk. És akkor mesélte el, hogy ő benne volt ebbe a csapatba, és ők dolgozták ki ennek a rendszerét. És a lényege az, hogy 1/10 000 mikronnal szűri meg a vizet. Az űrhajósok fönt ezt tiszták, ők a saját vizeletüket tiszták vissza. Ja, tehát azt kell vissza vízzé változtatni? Igen. Vagy varázsolni? Igen, gyakorlatilag a vizeletet kell visszavarázsolni vízzé, mert hát vizet nem tudnak fölvinni annyit, amennyire szükségük van. Hát ez nagyon érdekes, de akkor ez azt bizonyítja, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Tehát miért fordított? Mit fordít meg? Hát a lényeg az, hogy maga az ozmózis elv az egy olyan rendszer, amit a sejteiknél gyakorlatilag mi tanultunk, vagy esetleg egy pohárnál be lehet mutatni, hogy merre is indul el az ozmózikus nyomás. A fordított ozmózis az pedig annyival más, hogy nyomás hatására jön létre az, hogy egy szűrőn keresztül préseli a vizet. Ja, hogy ahhoz kell egy nyomás, hogy a vizet átpréselje, nyomja a szűrőn. Igen, és ez gyakorlatilag úgy van megoldva, hogy a piszkos rész az eltávozik a csatornába, tehát körülbelül olyan a tiszta víz, illetve a felhasznált víznek a 2/3 az általában bejut a csatornába, mint szennyvíz. Egy harmad része pedig a poharunkba, és gyakorlatilag egy ilyen szép csapon keresztül van a házi forrásunk. Ez van a konyhapultba? Ez van a konyhapultba, és gyakorlatilag ezen keresztül nekünk van egy igazán tiszta forrásunk, amiből mi hagyjuk a vizet. A saját forrásunk. A saját konyhánkba. Ez nagyon aranyos. De hát ez alig foglal el helyet. Az ember mindig attól fél, ugye, hogy de ha ez így bent ül a pultba, amin dolgozunk, gondolom itt előtte mosogató van, vagy igen, akár az sem muszáj, de hát a mosogató mellé szoktuk feltenni, persze. És akkor ezzel a kis karral, de aranyos, ennyi, ami látszik belőle. Ez tetszik. Na de, mi van rejtve? Gyakorlatilag rejtve ez a masina van a mosogató alatt, ami tökéletesen megtisztítja a vizet. Tehát ez egy olyan készülék, ami reverz ozmózist, azaz fordított ozmózist csinál? Működik, igen. Van 3 előszűrő alul, az a 3 alsó henger, az gyakorlatilag előszűri a vizet, kiveszi egy kicsit a klort, mert a membrán akkor tovább él. Ja, hogy mielőtt bekerülne abba a bizonyos reverzbe, már előtte 3-szor tisztít. Igen, igen, ez a 3 alsó szűrő, ami igen, itt látszik, ez a 3 előszűrő, és innen kerül ebbe a reverzozmózis membránba a víz, ami 1/10 000 mikronnal dolgozik, és utána még mindig van egy ilyen kiegészítő szűrő, amit itt fönt lehet látni, amiben szén és egy kis ásványi anyag is van. Ami... Hát ez már 5-szörös szűrés. Ez már 5-szörös szűrés, igen. Na most miért van erre szükségünk? Mert itt van valami csúnyaság az asztalon, ha ezt kedves László megmutatná. Az első előszűrőből szoktuk ilyen szűrőbetétet kivenni. Tehát ez egy szűrőbetét? Szűrőbetét, ez körülbelül ide van téve, és körülbelül 1 hónap után a budapesti víztől már ilyen. 1 hónap alatt a hófehér, mert mutassuk meg, talán még a belsején látszik. A belseje az hófehér. Hát már az is fekete, az is eléggé.
Tehát elvileg ezt mi meginnánk, ami most itt ebben a szűrőben? Igen. És ez, hát még ez csak elkeserítő. És ez csak egy durva szűrő még az elején. És ezután van még egy, ezután meg még van, egy. Ez az 5 mikronos, utána van egy 1 mikronos, meg van egy szénszűrő, és utána megy a membránba, ami 1/10000 mikronos, ahol már gyakorlatilag szinte már csak a vízmolekulák mennek át. Hát akkor ez tényleg nagyon tiszta víz, és az a valami ezek szerint, ez lent van a pultunk alatt, a mosogatónk alatt, ez fölötte, tehát ami innen kijön, az azt jelenti, hogy az már egy teljesen tiszta víz. Teljesen tiszta víz, és ezzel locsoljuk a növényeket, nagyon élvezni fogják. Esetleg a házi állatunknak oda lehet adni a csapvizet, meg ezt a vizet, és meg lehet próbálni, hogy melyiket fogja inni. De ugye nem azért szereltük be elsősorban, hogy a növényeket locsoljuk, bár megfogadjuk, hanem valójában ezt isszuk. Ezt isszuk, ebből főzünk, természetesen, ezt visszük magunkkal. Tehát, ha mi például repülővel utazunk, akkor az egyik bőrönbe víz van. Ez aranyos. Én most egy kicsit eljátszom, hogy semmit nem értek, mert én magam már használom, és meg kell, hogy mondjam, hogy összehasonlíthatatlan. A húsleves, amit egy tiszta vízből főz, ott aztán illatozik a sárgarépa, a fehérrépa, minden aranyszínű, és nem azért, mert teszünk bele sáfrányt, mint sok háziasszonytól hallottam, hanem a tiszta, természetes ízek jönnek. Ha teját főz, higgye el, hogy a fehér tej a fehér marad, a piros piros lesz, a zöld zöld, és a fekete meg egy nagyon kedves, mély zöld színt kap, és soha nem lesz habos, barna, szürke. Úgyhogy én tapasztalatból beszélek, de hát természetes, hogy kérdezek, hiszen én önöket képviselem most Simon László doktor előtt. Tehát akkor ebből ez jön ki. Mennyi idő, hogy ezt elvégezze ez a kis masina? Hát gyakorlatilag ezek a kis berendezések olyan 3-4 litert állítanak elő óránként. Hát ez elég sok. Persze, egy családnak, és van egy kis tartálya is, amiben általában 8 liter rögtön felhasználható. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó befektetés az egészségünkbe. Hát igen, hiszen akkor tulajdonképpen otthon a takarításon kívül szinte minden. Jaj, a kávét elfelejtettem, mennyivel másabb a kávé aromája egy tiszta vízben. Hogyne. Úgyhogy, vagy a limonádé, hát na jó, nem folytatom, de tehát akkor most egy kicsit a praktikusságról. Ekkora hely kell egy ilyennek? Meg, mi az a minimum hely, aminek kell egy ilyen berendezéshez? Gyakorlatilag ez oldalt fektetve nagyon kis helyen elfér. Tehát akkor ezt lehet úgy lehet rakni ide-oda, amoda, ez igen. Már gondolom egy szakember kérdése, persze, hogy működik. És a kollégáink azt általában egy olyan jó fél óra alatt be is szerelik, hogyha komplikáció van, akkor max. 3-4 óra alatt. Nagyon jó, hogy mondja. Kedves nézőink, na most figyeljenek. 16 éves lett a Tea Glóriával, elvileg elsején, 8-án lesz az ünnepi műsorunk, de van egy ajándékunk minden kedves nézőnknek, aki ebben a hónapban, mivel ebben a hónapban vagyunk 16 évesek, úgy gondolja, hogy szeretne tiszta vizet inni. Azoknak mi a tévé azt mondjuk, hogy ingyen van ajándék, születésnapi ajándék, a beszerelés. Hát én szerintem ezt nem szabad kihagyni. Használják ki azt, hogy 16 éves a Tea Glóriával. Kedves László, akkor egy kicsit azért nézzük meg, hogyha rendszeresen ezt isszuk, mi történik a szervezetünkben? Hogyha mi rendszeresen ezt a vizet isszuk, akkor szépen lassan elkezdi föloldani a bennünk lerakódott fölöslegeket. Tehát gondolok itt az érfalon lévőket is elkezdi föloldani, sőt, segít a vizelet kiválasztásba, segít a májnak a földolgozásokban. Tehát minden szegmensében egy egészen más minőséget kapunk, hogyha ezt isszuk. Most úgy is, mint visszakértő, meg hát ugye mindig meg szoktuk kérdezni az orvosoktól, a természetgyógyászoktól, öntől is megkérdezzük, hogy mégis mennyi vizet igyunk egy nap? Legalább 2,5 liter, pláne ilyenkor nyáron még lehet többet is. Ugyanis az amerikai kutatások azt mondják, hogy
a népességnek a 80-90%-a alulhidratált, vagyis kevés vizet iszik. A 70%-a krónikusan alulhidratált. Mi következik ebből? Úgy hívják, hogy krónikus betegségek. Ó! Tehát nagyon fontos lenne megfelelő mennyiségű vizet inni. Ezt egyébként a vizeleten keresztül lehet a legegyszerűbben lemérni, mert hogyha átlátszó tiszta a vizeletünk, az annyit jelent, hogy rendben van a folyadékháztartásunk. Viszont hogyha esetleg olyan, mint a reggeli vizeletünk, akkor, mert akkor már csak... Pláne, ha nem is áttetsző. Ha nem is áttetsző, és vagy színes, színes és szaga van, akkor biztos, hogy alulhidratáltak vagyunk, és akkor praktikus volna egy kis vízkúrát bevezetni, ami rendkívül egyszerű, csak egyszer együnk meg esetleg 2-3 pohár vizet. Az már egy vízkúra. Igen, szoktuk, ha nagyon jó tanácsnak tartom, hogy legyen ott mindig az a pohár víz, és higgyék el, hogy mikor éppen inni akarnának, addigra kiderül, hogy üres, mert az ember önkéntelenül megissza. Azt hiszem, hogy önnél is voltak ilyen események, hogy valaki bement kóstolni, és meg itt volt, vagy 3 pohárral, vagy igen, hogy volt? Igen, volt ilyen. Előfordul. Igen, szóval ízre is nagyon finom, sejmes, és hát számtalan előnyét mondtuk meg. Na de ugye most mi itten beszélünk, de gondolom, hogy az emberek szívesen megkóstolnák, megnéznék, akár a berendezést is, ugye szeretjük megfogni, én nem szeretek még interneten keresztül se nagyon rendelni. Van-e arra lehetőség, hogy valaki azt mondja, hogy na de én ezt meg akarom emelni, vagy egy ilyen szűrőt kézbe akarok fogni, már a tisztát nem ezt. Hogy van erre lehetőség? Természetesen a Váci út 108-ban mi szeretettel várunk mindenkit egy vízkóstolóra, meg jó. Egy bemutatóra, mert én azt gondolom, hogy hát a puding próbálja mindig azt, ha megkóstoljuk, vagy megisszuk. Meg lehet ízlelni, meg lehet kóstolni, meg lehet a csapvizet is, vagy esetleg a szódavizet is nálunk. Ja, hogy ezt a tiszta vízből. Föl lehet használni szódavízre is? Természetesen. De, na, mindig tanul valamit de mindenképpen a tiszta vizet javaslom mindenkinek, mert az egészség titka itt kezdődik, hát a legfontosabb tápanyagunk, ebből iszunk a legtöbbet, vagy ebből eszünk a legtöbbet, ha úgy nézzük. Hát, kedves dr. Simon László, mi nagyon szépen köszönjük, mutassuk még meg ezt a könyvet, hogyha valaki még többet szeretne utána olvasni, vagy esetleg tudományosan is jobban érdekli, mert ez a könyv szinte mindenkinek szól. Hogyne, én ezt egy egyetemi jegyzetnek szántam annak idején, amikor már elkezdtem írni, de rájöttem, hogy ez sokkal több annál. Tehát ebben benne van egyrészt a víznek a tudománya, hogy miért fontos a tiszta víz, benne vannak az orvosi kutatások, benne vannak a különböző szakértőknek a véleményei, és ezt azért írtam meg így, és idéztem mindig emberektől, mert akkor hát, ha valakinek ez nem tetszik, keresse meg őket, és akkor velük kokettáljon. Így van, itt vannak a hivatalos dokumentumok, meg igen, lehet nézni a meg lehet kutatásokat. Nézni. Igen, és akkor ennyi, hát nagyon egyszerű dolog ez. Hát, kedves László, nagyon szépen köszönjük mindezt a bemutatót, a magyarázatot, egy igazi kis tanórán vettünk most részt, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és önöknek meg azt kívánom, hogy tiszta vizet igyanak, mert az az egészséges. Még épp hogy csak búcsúznánk a nyártól, de számos érdekes esemény történt a nyáron is, természetesen nem a színház falain belül, hanem nyáron. Nyári színházi estékről fogok beszélgetni vendégemmel, Gunyec Anna színésznővel, és úgy tudom, hogy nektek gazdag 3 darab is volt a repertoáron nyáron. Üdvözlöm a kedves nézőket, így van, 3 darabot mutattunk be így a nyári színházi esték keretén belül. 2 időpont volt egyébként, augusztus 13-án és augusztus 20-án is láthatta a közönség ezeket a darabokat.
Az egyik darab, amivel igazából kezdődött, ez a Mindjárt jövök című abszurd játék, korábban már volt róla egyébként szó. Igazából a fényhozó szerepében egy új szereposztással rukkoltunk elő, ugyanis az egyik fiatalabb kollégánk, Kovács Domonkos vette át ezt a szerepet, és megmutathatta magát a közönségnek, ami szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jól hozta a karakter. Gondolom, hogy a nyári hangulathoz egy abszurd játék mindig odafér. Igen, 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 abszolút. A második darab pedig kettő színész kollégánk, Kovács Molnár József és Illés Tamás színész kollégánk előadásában Edward Albi Mese az állatkertről című darabja folytatta ezt a programot, és a legvégén pedig Zsombor Szárt zártárgyalás című drámájával zártuk ezt az estét, és mind a három nagy kihívás volt, főleg így egymás után a társulatnak, de úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól állta a helyét, és a nézők is nagyon élvezték ezeket a tartalmas darabokat. Ilyenkor mennyire szabadabb a színész, hogy nyár van? Mere egy kicsit játszani, többet játszani, kicsit kikacsingatni? Hát igazából attól függ a darabtól. Hát igen. Ugye, például a zárt tárgyalásban, meg az állatkertben ott kevésbé, tehát ott egy nagyon, mind a kettőre nagyon feszített hangulat jellemzi mind a két darabot, mind a kettő színészi játékát, ezt a feszített légkört végig fent kell tartani. Viszont a Mindjárt jövök című abszurd játékban egy picivel több játékra adott lehetőséget, ugyanis az is egy keresésről szól, az is egy várakozásról szól, és hát az ember az önmaga marad, akár keresés, akár várakozás közben is, és emiatt egy picit jobban jött ez a nyáriasabb hangulat, de hát a színház nyáron se állhat meg, és ezért gondoltuk, hogy ha már dolgozunk, akkor miért is ne csináljunk egy ilyen bemutatót. Kulisszatitkokról van szó, vajon a nagyon nagy meleg, vagy a hirtelen esők megzavarnak-e titeket? Nem, abszolút nem szokott ilyen előfordulni. Tehát mi, hogyha dolgozunk, akkor mindig dolgozunk a kollégákkal, és ebben a mesterünk Krisz László is ugyanúgy állja a sarat, és folyamatosan segít minket, és folyamatosan csináljuk azokat, ami kihívás, azt mindig leküzdjük, tehát az mindig arra van, hogy fejlődjünk, és mi is többek, jobbak és értékesebbek lehessünk. És hát persze a közönségnél ugye ott a, de én úgy gondolom, hogy tehát a néző figyelme nem szokott apadni, hogyha ha fenntartjuk a jó darabban. Ha már bent a van a színházban, szerintem átadja magát. Abszolút. Csak ugye, hát én nagyon sok embertől hallottam, hogy ilyen melegben, de hogy megyek bárhova is. De ezek szerint, ha jó a színház, felkerekedik és oda megy. Így van, így van. És egyébként ezért is tettük délután este fele inkább az időpontokat át, hogy ne déltől menjen ugye a legnagyobb hőségben, hanem persze így egy picit lájtosabb volt, hogyha lehet így fogalmazni, úgy már az idő, de nem ez a nagyon 35 fokok voltak, hanem még azok a még laza 30 fokok. Laza igen, 30, igen. Igen. És nektek, hogy ilyen sűrűn kellett, és végül is több előadás ment egy napon. Ez nem nehéz? De hát azért lefárad az ember minden egyes darab után, voltak ugye szünetek, persze egy picit szusszanni, tehát egy ilyen negyed óra, 20 perc szünet a darabok között. Igazából úgy terveztük meg, úgy építettük fel, hogy az első darabban, ugye ott a Illés Tamás kollégánknak volt a legnehezebb dolga, mert ő mind a háromban szerepelt, tehát neki volt a legfeszítettebb a tempó, és ugye az első az még neki nem volt akkor, tehát ott ő a fiút játsza, és nem végig kell ott lenni a darabban jelen, viszont a másik kettőben már ott igen nehéz dolga volt, hogy folyamatosan azokat az állapotokat, azokat a lélektani átmeneteket hozni, de tehát úgy gyakoroljuk, úgy próbáljuk ezeket a darabokat, úgy próbálunk az előadásokra, hogy ez mind menjen és ne jelentsen pont akkor kihívást, hanem már előtte megedződjünk rá. És hát eljött az az idő, most már a Győri Nemzeti Színházzal, a többiekkel már tulajdonképpen az új évadról beszélgetünk. Nálatok mikor kezdődik majd a felújító próba, vagy új darab tanulása, vagy mit várhatunk? Kettő új darabbal készülünk egyelőre. A Vasárnapi Séta című, igazából ez is eléggé abszurd, de viszont ez egy picit jobban viszi a nézőt. Itt sétálni
fog igazából egy család, viszont elhangzanak különböző beszélgetések. És az anya, a fiú, apuka között, nagynéni, nagybácsi között, és az is az elidegenedésről szól egyébként, amit úgy gondolok, hogy a mostani világban nagyon aktuális téma. A másik picit egy könnyedebb hangvételű, Pipiskedők című. Nem is bohózatnak tudom jellemezni, mert ennek is van egy mély tartalma, de celebkomédia névre kereszteltük egyébként a műfaját, és itt pedig négy, hát egy jómódú lányokról van szó, tehát négy jómódú hölgy találkozik egy kávéházban, és ott hangzanak el érdekes beszélgetések az életükről, az életkörülményeikről, és ennek is van egy aktuális tartalma, ami egy kis fricskát fog majd a mostani világnak adni. Mind a kettő, mivel kettő különböző és kicsit ellentétes műfajról beszélünk, ezért nagyon érdekesek, és hát jó kihívás lesz nekünk is a kollégákkal ezeket a karaktereket, ezeket a szerepeket megformálni és létrehozni. Ugye mindig csak azt mondtuk mostani beszélgetésükben, hogy kik, tehát a Kazán István Kamaraszínház, azért illik kimondani a teljes nevét. Hány tagból áll? Hogy egy kicsit mutassuk be, régen beszéltünk erről. Igen, még annó 2006-ban alakultunk a Fészek Művészklubban, jelenleg már nem ott működünk, mert tavaly decemberben el kellett jönnünk onnan. Voltak ennek okai, és jelenleg egy kemény magnak mondjuk magunkat, akik fenntartják a társulatot. Krisz László rendező úr vezetésével, Illés Tamás, Gergely Zsófia, Kovács Domonkos, és igazából így én velem együtt vagyunk ez a kis kemény mag, de hát jönnek folyamatosan új tagok, vannak új jelentkezők, és hát a Pipiskedőkre is egyébként a második szereposztásnak már keressük a szereplőgárdáját, ahol a jelentkezés folyamatos a www.kikszínház.hu oldalon, de Facebookon is megtalálnak egyébként minket az érdeklődők, és azóta működünk. Se a Covid-helyzet, se a gazdasági válság, se ezek a nehéz idők ezen a kemény magon nem fogtak ki, és igyekszünk fennmaradni, igyekszünk dolgozni folyamatosan, és újabb darabokat hozni, és hát a nézőink nagy része is, akik már régebbről megmaradtak, őket mindig érdekli. Ezek. Most már tudjuk, hogy hol lesztek az évad folyamán? Még egyelőre állandó befogadó helyen nem rendelkezünk, jó, de folyamatos keresésben értesítjük vagyunk. Értesítjük önöket, kedves nézők. Így van, tehát hogyha valaki szeretne és tud egy állandó befogadó helyet, akár ő neki van állandó befogadó helye, akkor azt mi nagyon szívesen vesszük. És nehéz mostanában így a helyzet, de én úgy gondolom, hogy hamarosan így az őszi időszak folyamán már picit visszajönnek szabadságról ugye a kollégák is, és akikkel kapcsolatban vagyunk, akár befogadóhely céljából, és reménykedünk, hogy lassan rendeződik újra a helyzet, és visszatérünk még a Covid előtti időkhöz is akár. Tehát. Hát így legyen, és kedves nézőink, akik önök között színészi babérokra törnek, azok nézzék meg a weboldalát a színháznak, hiszen hát ha pont önök felelnek meg egy második szereposztásnak. Pontosan. Hát én akkor kívánok nektek egy kalappal, ahogy a színházba szoktuk mondani, és feltétlenül várjuk a legújabb híreket akkor. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm szépen a beszélgetést. Új utak az egészségmegőrzésben. Kedves nézőink, ránk mindig számíthatnak, mert mi mindig rátalálunk valami újra, valami különlegesre, és ami a legfontosabb, valami hasznosra. Hiszen mi a célunk, hogy az önök közérzete jó legyen, egészséges legyen, mi pedig az újdonságokról számoljunk be. Mai újdonságunk egy pezsgőkristály. Ha a címét nézik, akkor kiderül, hogy bizony ez nagyon hasznos lehet, hisz tudjuk, hogy a szív- és érrendszerünk, az érhálózatunk az a korral bizony öregszik, és nagyon szeretnénk, hogy ez ne öregedjen olyan gyorsan, de akitől megtudjuk, hogy mi is ez a pezsgőkristály, az nem más, mint dr. Piller István, feltaláló, neki köszönhetjük, hogy ma létezik egy ilyen pezsgőkristály, és hát
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Ez egy régi történet, és hát mostanra került abba az állapotba, hogy egy ilyen formába, ahogy itt láthatjuk az asztalon, végeredményben gázhalmazállapotú vegyületet stabilan tudunk alkalmazni lábfürdő formájába. Hát ez nagyon érdekes. Gondolták volna, hogy a gázt bele lehet préselni egy ilyen dobozba, és ebben gáz van. Igen, és ebben az az érdekes, hogy ebben a négy dobozba megközelítően 100 liter széndioxid gáz van benne. 100 liter széndioxid gáz van most itt az asztalunkon? Igen. Hát ez hihetetlen. Még mielőtt ugye a környezetvédelem felemelhetné a szavát, hogy hát de hát az ugye az üvegházhatás meg egyebek, de ez nem megy ki a levegőbe. A lényege pontosan az, hogy úgy olyan technológia szerint készítjük el ezt a fürdőt, hogy ez a oldatba stabilan benne marad, akár napokig. Hát ez nagyon érdekes. De akkor már is megkérdezem, hogy ezek szerint egy kutatónak olyanra is oda kell figyelni, hogy mondjuk mit szól hozzá a környezetvédelem? Hát nagyon sok szempont van. Gondolom, hogy mindenki tudja, a maga a széndioxid szó az egy picit elgondolkodtat. Ez egy mérgező gáz. Hogy hát pontosan egy anyagcsere végtermék, kilélegezzük, viszont ha bőrön keresztül érintkezik a testünk akármilyen szövetével, akkor az 10 olyan hatásmechanizmusa van, ami jótékony hatású. Ezek közül az egyik ilyen az értágulat. Oxigén szintet növel és értágító. Hatását stabilan, és reméljük, hogy hatékonyan is, tehát akinek fáradékony a lába, ugyanis hát azt el kell mondani, mint érdekesség, hogy életünk során az egyenlítőt legalább majdnem kétszer körbe gyalogoljuk. Ide tudok még egy bölcsességet hozni, hogy ugye Leonardo azt mondta annak idején, hogy a legtökéletesebb mérnöki munka maga az emberi láb. Hiszen ha belegondolunk, hogy pár négyzetcentiméteren tartjuk az egész testünket egy életen keresztül, azért ez valóban így van. A kérdés adódik, hogy akkor mit teszünk ezért, hogy ez a csodálatos mű, ez megmaradjon és funkcionáljon. Itt a vérellátás és az oxigén ellátás az a két dolog, ami képes ezt a funkciót megőrizni. És hát így gondoltam, egyik kedves barátommal együtt, egy belgyógyász orvos barátom, Bíró István, ővele sokat beszélgetve, hát aztán oda sikerült eljutni, hogy ma már ez a szakmailag is talán átgondolt és működőképes termék megvalósult. Hát ez nagyon érdekes, és akkor talán egy kicsit ismerkedjünk meg magával, a feltalálóval. Én azt mondtam, hogy Piller István gyógyszerész. Hát hogy jött az első gondolat, vagy mikor kezdett ezzel foglalkozni? Azt mondom, hogy a múlt században, akkor még nem is mondtam ezzel túl sokat, és ha azt mondom, hogy nem is a széndioxid, hanem a nitrogénmonoxid volt az első ilyen molekula, amivel egy másik kedves orvos barátommal, aki sajnos már nincs köztünk, dr. Szabó Lászlóval a nitrogénmonoxidot próbáltuk valamilyen módon hasznossá tenni, amiért ugye annak idején 3 Nobel-díjat osztottak ki, amikor a nitrogénmonoxid szerepét elkezdték a élettani folyamatokba felismerni. Zárójelbe teszem, hogy például a Viagra is ennek a kutatásnak a születje. Miket tudunk? Igen. Innen aztán hát mondanom se kell, hogy az a bölcsesség jutott osztályrészünkül, hogy pályán kívülről nem lehet kapura lőni. Úgyhogy ezt abba hagytuk ezt a dolgot, és akkor így a Mofetta irányába próbáltunk keresgélni. Álljunk meg egy picit, a nézőink már láttak olyan műsort, amiben szó volt a Mofettáról, de én örülnék, ha ön
elmondaná, hogy mi is a mofetta lényege. Ugye a mofetta az földből természetes képződmény, széndioxid tartalmú, ugye ez Máta Derecske, ami talán a legismertebb, és hát ez a száraz széndioxid a bőrön nagyon könnyen felszívódik, és jótékony élettani hatást vált ki. Tulajdonképpen Magyarország elég gazdag, meg hát főleg a Kárpát-medence ezekben a fumaroláknak is mondják, ilyen fuvallat, füstöt jelent végeredményben. Tényleg fumó, olaszul igen. Füst. Nos, el között van még kén-dioxidos is. Tehát ezek az ilyen barlangok? Barlangok, igen. Uh-huh. Igen, barlangfürdők, és ezek általában kénhidrogénnel együtt jönnek, ezek akkor büdös fürdőnek mondják, mert ez eléggé záptajás szagú, ugye? De hát ami, most mondhatjuk azt, hogy ami egyik részről káros, másik részről viszont hasznos lehet, mert a zsóri fürdő az hát kénhidrogénről ismert. No, mi viszont a széndioxidnál maradtunk, és ez szintelen szagtalan, és vízben feloldva olyan technológiát sikerült összehozni, hogy oldat megőrzi a széndioxid koncentrációt, akár napokig is. Tehát a feladat az volt, hogy a gázt volt, valamilyen igen, módon... Egy kémiai eljárás. Valamibe bezárni, és aztán majd valamivel kinyitni. De nem is kell, mert ez benne maradt. Tehát nem olyan kémiai eljárást alkalmazunk, amikor ez az oldat elkészül, uh-huh. hogy maga a széndioxid stabilan a vízben benne fog maradni a következő nap is, és ugyanolyan koncentrál, és akkor nem megy ki ez a 100 liter a levegőbe, és akkor itt a környezetvédők nem szólhatnak semmit. De és akkor miért jött az, hogy kristályba rejtsük? Mert mondjuk az is lehetett volna, hogy literes flakonokba. Hát igen, csak akkor az a levegőbe megy ki. Tehát, hogyha azt belefújjuk, de nem oldódik föl, mert az pezseg. Tehát nagy buborékok keletkeznek, ugye? Van ilyen egyébként, én azt hiszem talán, aki ilyen palackos módszerrel dolgozik, mert van ez az orvosi gáz, ami széndioxidos, tehát ilyen mofetta kabinokat alkalmaznak. De az egy másik dolog. A vízbe való oldékonyságnál ez az eljárás az, ami biztosítja, hogy az a gáz az bennmarad, és nagy koncentrációba, és a bőrrel érintkezve kifejti a hatását. Tehát nem a levegőbe megy ki, mondjuk így. Mikor voltak az első eredmények, amikor már azt mondták, hogy na, ez most jó lesz? Ugye először jön a gondolat, aztán ugye a tett. Most a gondolat ez az nagyon egyszerű, az embernek ugye ez a heuréka pillanat. Csak a baj az, hogy utána én elkövettem azt a hibát, hogy úgy gondoltam, hogy majd keresek ehhez partnert, és hát ugye mint találmányt elkezdtem leírni, és valóban nem volt ilyen, el is fogadták, és nem is lett belőle semmi. Tehát a találmányok 90%-ának ez a sorsa. És akkor jött az a gondolat, hogy akkor, saját maga kezdje akkor itt meg kell csinálni, nincs uh-huh. tovább. És kerestem hozzá egy céget, hál' Istennek nem messze sikerült, akik nagyon erőzékenyek voltak, és jogszabályok, engedélyek, minden stimmelt, és elvállalták, megcsináltuk a dizájnt, ezt a igen, magán a dobozon is gyönyörű kristályok vannak, hogy és még itt száll is fölfele igen. A buborék. Igen, szóval ezek ilyen lépésről lépésre, és az évekbe tellett.
Bemutatná nekünk a széndioxidot, hogy tulajdonképpen mi is ez? Mert azt már hallottuk, hogy amikor étkezünk, ott is szabadul fel belül olyan, ami... Mindenféle gáz is szokott lenni, igen. De akkor mi az, amiért mi most szeretjük? Széndioxid az ugye anyagcsere végterméknek ismerjük, meg ahogy mondtam is, a Földnek a tulajdonképpen a globális felmelegedésnek a egyik okozója, ez kipufogó gáz, sok minden. Viszont érdekes tulajdonsága az, hogyha bőrön keresztül érintkezik a testünkkel, akkor értágulatot hoz létre. Az ott levő ereket kitágítja, és még pluszként a oxigén ellátás, az oxigén szintjét a szöveteknek megnöveli. Tehát minimum kettő, de egyik, ez a kedves barátom, a bíró doktor 10 ilyen hatást ismer, ami a széndioxid az élettani folyamatokban pozitív hatásként okoz. A japánok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ők önállók talán van ez a fajta terápia, nálunk ezek a kabinok, ezek terjedtek el, vagy ezek vannak, ezek ismertebbek jobban. Hát igen, épp Zsóri fürdőn, Lázár Sándornál, ugye emlékeznek rá, van ilyen kis kabin, igen. Tehát ezt már nagyjából ismerik a nézők. Tehát akkor tulajdonképpen eljutottak odáig, hogy ezt a széndioxidot valahogy bezárták a kristályba. Így van, pontosan. Hogy és csinálták? Hát már amit el szabad mondani, annyi, és nem üzleti titok. Annyi érdekessége van a dolognak, hogy tulajdonképpen egy nagyon, nagyon egyszerű cserebomlásos folyamat, ami, ugye, ami a széndioxidot előállítja. Karbonát és valamilyen fajta savas karakter kell ahhoz, hogy a gáz keletkezzen. Na most ez ideig rendben is van, csak a baj ott van, hogy ehhez a felszabaduló gáz, az akárhogy csináljuk is, tulajdonképpen a levegőbe elillan. És akkor innentől kezdve az egész elveszítjük. Kísérletünk, hát az egy kudarc. Most itt kellett belépni valami fajta szakmai hát ismerettel, ami azt jelenti, hogy maradjon benne a széndioxid, és olyan technológiát dolgoztunk ki, hogy a széndioxid abba a vízbe megmarad stabilan, és amikor ugye, hát főleg a lábunkat, ez egy lábfürdő valójában, tehát ahogy mondtam is, azt a lábat, ami vele életünk során végig kell, hogy hát cipelje a testünket, hogy így mondjam, megérdemli. Hát régen ugye a lábfürdő az mindennapos volt, de ugye a mai fürdőkultúrában, vagy ezzel a tusolással már ez... Meg a folytonos rohanással pedig egy filmet végig lehet nézni, igen, és milyen jó, hogyha... megnyugtató, és hát megelőzi valójában az ereknek a öregedését, elhasználódását, rugalmasítja a lábat. Ugye. Mondhatjuk azt, hogy egy-egy lábfürdő mindig egy kis torna az ereknek, hogy összehúzódik a fürdőben, kinyílik. Így van, igen. Látják, milyen egyszerű tornázni fotelban ülve? Csak beletesszük a lábunkat a kristályos vízbe, és már... Így van, igen. Na, akkor én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit rejt a doboz, ha megengedi, én most ezt kinyitom. Nagyon kíváncsi vagyok. És oha, ebben ilyen kis zacskocskák vannak. Pontosan, igen, ez de a jó. Lényege. Egész végig, be ki van adagolva egy-egy fürdőre? Igen. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon tetszik. Akkor mit csinálunk a zacskóval? Most egy kis szakmai
tanácsadást ez kérni. Nagyon fontos, hogy hát ez egy lábfürdőre van kifejlesztve a tehát termék. Tehát egy ilyen zacskó. Tehát egy körülbelül egy vödörnyi víz, vagy ilyen 10 liter mennyiséget jelent, és akkor abba nem mindegy, hogy milyen sorrendbe, úgy kell bele, ahogy a használt utasítás ja, leírja. Rajta van a dobozon, így hogy van, és akkor kéne. Ez a felszabaduló gáz a technológia révén gyakorlatilag a fürdővízbe benne fog maradni, és nem, ez a 100 liter nem a légkörnek a felmelegedését fogja okozni, hanem mert tulajdonképpen ez valahol az ózon réteget bántja, azt hiszem a... Hát az üvegházhatású. Üvegházhatás. Így mondjuk. Tehát ez jó. A gáz üvegházhatás, de most mi nem annak használjuk, hanem egy ilyen lábfürdőnek. Most... Csak ezt mint zárójelet. Persze, de ezt is el meg... kell mondani, hogy vigyázunk, ami földünk. Hát persze, hogy ez nem... Na ez most, benne akkor képzeljük el, hogy van itt egy ilyen lavorszerűség, amiben én szeretném betenni a lábam. Mi a jó sorrend? Ugye a számozás sorrendjében az egyes, az edény aljára fog... Ja, hogy egy fürdőhöz két zacskó? Kettő kell, így van, és nem mindegy a sorrend. Egy egyes, meg egy kettes. Igen. Jó, ott a lavor, még nincs lavor, benne semmi. És akkor az egyes tasakot öntjük, vagy szórjuk bele először, igen. Utána a kettes, és akkor ez a két gáz, vagy két kristály hozza létre azt a gázt, ami végül is buborékokként nem távozik el, hanem tehát benne már marad. A víz is benne van, amikor elkezdjük. Benne, igen, hát a vízbe kell szórni. Jó, van, tehát lavor, bele a 10 liter víz, már a lábunkat is beletehetjük? Hát egy picit várni kell, mert akkor értem. Készül el maga. Akkor jön az egyes tasak a vízbe, kettes tasak, és akár már a lábunkkal el is keverhetjük, gondolom. Nem. Magától simán gyönyörűen elolvad. Ez teljesen olyan technológia szerint működik, hogy a fürdő egy értágító, egy széndioxid fürdő, ami nem szódavíz. Milyen hosszan kell benne tartani a lábunkat? 30 perc. 30 perc. Hát 30 az nem is olyan sok. Naponta. Egy híradó alatt meg tudjuk igen, oldani, ha igen. Végignézzük. És akkor itt tulajdonképpen az a régi szokás felelevenithető, újra bevezethető, hogy igenis a lábunkra vigyázni kell, és este lábfürdő kell. Nem azért, mert most a higiénés szempontok miatt, hanem azért, mert az felfrissíti magát felfrissít. A testet is. És a jó lesz a közérzetünk, egészségesebbnek érezzük magunkat. Ha így van, a láb fáradt, akkor az ember is fáradt. Ezt lehet mondani. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, kedves Piller István. Én talán azt kérném, mert most itt elkalandoztunk erre-arra, hogy záróakkordként mondja el nézőinknek röviden, hogy miről is beszélgettünk itt. Hát köszönöm szépen a meghívást, kedves Glória, hogy ezt elmondhattam, amiket itt hát remélem érthetően. És igazából a széndioxid gáz gyógyító hatását szerettük volna megismertetni, jótékony hatását, ami egy lábfürdő formájában hozzáférhető mindenki számára. Hát kedves feltaláló úr, mi nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen hasznos dolgok jutnak az eszébe, és ahogy mondta, jóra tudjuk használni a széndioxidot. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ha bármi újat talál ki, legyen a vendégünk ismét. Köszönöm a meghívást, kedves Glória. Ha máskor hív, akkor is jövök. Szép magyar települések, érdekes események. Kedves nézőink, nagyon jó helyre visszük el most önöket ebben a beszélgetésben, egyenesen Szarvasra. Rengeteg mindent lehetne beszélni róla, de most a kiemelt témánk
a szilvanapok. Hát, ki ne szeretné a szilvát? Hogy milyen szilva is terem ott? Mi minden lesz egy szilvanapon? Hát ezt meg fogjuk tudni, és a várost is megismerjük. Babák Mihály polgármester úr lesz az idegenvezető, aki minket egy kicsit körbe kalauzol. Köszöntöm a kedves tévénézőket. Az igazság, hogy idegenvezető még nem voltam, bár szeretem a turizmust. A polgármesterség is ott pont elég munkát, úgyhogy idegenvezetést nem válok, de most, hogyha arról beszélhetünk, hogy Szarvasra mire érdemes jönni, és hogy milyen szép helyen van, aki nem ismeri, az ő jön el hozzánk, talán elegendő is ennyit mondani. Ez volt a kortes beszéd. Bemutatom másik vendégünket is. Ő pedig Csasztvan András, ennek a nagy rendezvénynek a főszervezője. Először is pontosan dátumra mondjuk meg, hogy mikor vannak a szilvanapok. Az idei évben, ugyanúgy, mint mindenkor, szeptember második hétvégéje, amely most 8-a, 9-e és 10-e. Péntek, szombat, vasárnap, péntek kora estétől várjuk a vendégeket, egészen vasárnap délutánig, és számos helyszínen, számos tematikus udvarban, színpadon és utcafronton majd erről részleteit. Enni, innivalóval is sok műsorral, jókedvel, vidámsággal és nagyon szép körzettel, a holtággal, amit mi nagyon szeretünk. Hát akkor mutassa be nekünk ezt a szép természetet. Az igazság, hogy nehéz ezt így összefoglalni, és ez a település csak 300 éves, mert korábban ezt eltakadták az örökök, romjaiban maradt csak meg, pusztaság volt, és 300 éve a felvidékről annak idején Báró Harukker telepítette be ide a mostani lakosokat. Mi gyütmentek vagyunk 300 éve, csak senki sem mondhatja másnak, hogy gyütment, mert hogy mindenki jött. Egyébként Nyíregyházat is a szarvasiak alapították, mert Petrikovics elment 60 családdal, egy csizmadia mester, és megalapította Nyíregyházát. Úgyhogy van testvérünk is, csak nagyra nőtt. Na szóval visszatérve Szarvasra, Körösök völgyében, nem tudom, hogy csinálták, de az öregeink annak egy nagyon szép helyet választottak. Azok is, akikről annak idején Anonymus írt a szarvasiakról, mert egy szarvas gyülekező hely volt a Körösök völgyében, egy domb, ahol most a templomunk van, a legöregebb templomunk. És jött a letelepedők után, akik a mezőgazdasággal foglalkoztak, és hazát, házat, templomot építettek, és családot alapítottak, jött egy pap, egy fantasztikus ember, mi ma is tanulok tőle, higgyék meg, mindenki tanulhat tőle, aki a gyümölcs termesztése is rávette a paraszt embereket, így többek között a szilva is napirendre került. De Tesedik nem csak pap volt a városban, hanem fontosnak tartott a tanítást, a tanulást, a világjárást, a gyümölcs termesztést, az egészségügyet és a nép nevelését. Épített egy olyan templomot, ahol 350-en elférnek, és ő nem csak prédikált, hanem tanított is. Épp ezért Szarvasra jellemző az első gimnázium, amelyének itt létesült, több mint 250 éve, aztán többfajta oktatás, többek között agrároktatásról is, és kutatásról is. Azért gondolják, hogy Szarvason jelenleg kettő egyetem működik, Isten igazából, igen, a Mate és a Gál Ferenc Egyetem, ahol pedagógiával foglalkozunk. Egyébként meg józan földművelők vagyunk, parasztemberek, akik szeretnek jót enni, inni és szórakozni. És a szilvanapok pedig arról szólnak, hogy Tesedik meghonosította a szilvát nálunk, nagyon jó tulajdonságú növényről van szó. Itt is itt róla Prohászka Béla, kiváló újságíró, a Békésmegyi Hírlapba. Addig mutatok gyönyörű szilvát. Én csak azt akartam mondani belőle, hogy hagyományos lekvár, befőtt pálinka és vitaminbomba. Egyébként rengeteg jó illattani hatása van. Ezt fölismerték a tótok, sőt Tesedik Sámra, aki rábeszélte őket, és azóta ebből megélhetésünk is van. Ugyanis a gyümölcsöt elvittük vidékre, aztán pálinka is keletkezett belőle, és egészen tűrhetően élhettünk az ő által tanított mezőgazdaság és kertészeti tevékenységből. De arról is híres Szarvas, mert ott van a Halászati Kutatóintézet is, a holtág az több mint 30 kilométeres. Ez a holtág, ez olyan holtág, hogy közben folyik is az élővízből, és öntözünk is belőle, de rengeteg hal van benne. Ha valaki nem csak a vízi sportok miatt akar eljönni hozzánk, akkor eljöhet a horgászat miatt is, mert fantasztikus horgászvízünk van. De hogyha még ezt is elfelejtem, a víznek még további jelentősége a városban, úgyhogy ott van egy csodálatos vízi színházunk, ahol 1200 fő nyaranta 74 napon keresztül adást láthat. Nagyon jó darabok vannak, és sok ingyenes előadásunk is van, bocsánat, ajándék előadásunk.
és a fővárosi narcisztikus... Ezt az önkormányzat támogatja, vagy hogy ajándék? Elmondom mindjárt, mégpedig úgy, hogy a Teátrumi Társaság üzemelteti a színházat, ennek a színháznak a igazgatója és kvázi tulajdonosa, a Servus Teátrum Kft. Császton András, és a Magyar Teátrumi Társaság az ország összes színházából hoznak társszínházakat, és ők játszanak. A bevétel a létszám miatt is, meg a kiváló bevételek miatt olyan magasak, hogy ebből mindig a profitot nem hazaviszik, csak a szükséges költségeket lefedezik, és a többiből pedig ajándékeladásokat készítünk. Ugye majdnem a fele az előadásoknak ingyenes. Hát ez nagyon érdekes. Én nem tudom, kedves nézőnk, hogy hallottak-e ilyen... Nincs. De azért vannak 1500 forintos helyjegyek is. Hát az sem pénz ma már. Meg 8500 forintosak is van, aki ezt nem tudja megvenni. Különösen gyereket szoktuk kiszolgálni olyan darabokkal, amelyeket olvasniuk is kell majd az iskolában, és mesejátékok, a legkisebbeket, a családosokat is szívesen várjuk. Ugye nem csak kulturálódni, horgászni, sporton lehet, csodálatos a kerékpárútjaink vannak, akkor rekordtámpájától kezdve minden sport megtalálható Szarvason. Olyan kajakosaink vannak, akik a világbajnokság és olimpia tájékán is szerepelni szoktak. Sőt, mint több sárkányhajózásunk is van. Na most, amikor megjelenik a Holtágon 500 gyermek kajakkal, a csodálatos látvány, pláne hogyha mondjuk egy alkalommal fáklyákkal jelenik meg a vízen, az meg még fantasztikusabb. Ez mind a Körös partjában, a Bozza kastély tövében. Bozzákról annyit kell tudni, hogy ők örökölték meg Szarvas birtokát és tulajdonjogát, és kultúrát hoztak, egy kis olasz kultúrát is hoztak nekünk a városunkba. A háború előtt is volt színházunk, jelenleg három színházunk van. Van egy kamraszínházunk, egy kőszínházunk és egy víziszínházunk. És művészeti iskolánk is. Hát engedje meg, polgármester úr, hogy mondjak egy nagy gratulát Szarvasnak, és nyilván önnek is, hiszen ezt össze kell fogni. De egy kicsit azért ismer minket Békés Csabáról, hiszen azért tagja volt a Békés Csabai Jókai Színháznak, amely egy fantasztikus színház. És mentünk oda vendégjátékra is, igen. Az az igazság, hogy maga a terület ismerős nekem, na de térjünk rá most a szilvanapokra. Hát hanyadik is ez? 25. és hogyha a pandémia kihagyáson el, így van, akkor már 26-27-nél is tarthatnánk. Annak idején 10 település fogott össze a megyei iparkamara vezényletével, és azt mondtuk, hogy megmutatjuk Békés megyét, mint az ország éléstárát. És akkor ebből nőtte ki magát mondjuk a Megyesegyházi Dínye Fesztivál, ők a legkorábban induló fesztivál, 28. vagy 29. Csabai Kolbász Fesztivál, Gyulai Pálinka Fesztivál, és ebből a sorba tartozik bele a szarvasi szilvanapok is. De egy gyományböldi sajtúró fesztivál. Ők voltak már nálunk. És akkor gyakorlatilag május 1-től a gyomai sajtúró fesztiváltól október 23-i hétvégéig tudatosan osztottuk be a megyében, hogy ilyen körülbelül havonta cserélődnek ezek a fesztiválok. És hát tényleg a gasztronómia jegyében, tehát sokan számon kérik rajtunk a színpadi programok milyenségét, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ha mi gasztronómiai fesztivál vagyunk, akkor igenis próbáljunk a mi kategóriánkban a süteményekre, a lekvárokra, az asszalványokra, a gyümölcsökre, vagy éppen a pálinkára koncentrálni, de hát hál' Istennek van szarvasi kézműves sörfőzde is, a szomszéd településen Békés-Szent Andráson egy másik, mind a kettő rendelkezik szilvasörrel, tehát még sörünk is de van. De érdekes! Igen, így van. És kézenfekvő, hogy úgynevezett tematikus udvarokat alakítunk ki, alakultak ki az évek során. Most igaz, hogy új helyszínre költöztünk, és ahogy már elhangzott, ez a Körös partján, a Vízi Színház, a centruma, a Vízi Színpad adja gyakorlatilag azt a színpadi technikai hátteret, amire építjük a dolgokat, de utcafronton, a mezőgazdasági főiskola belső udvarán, a sportcsarnokban, a sportcsarnok előtti részen, Kölyök udvar, kézműves sörudvar, borudvar, Lekvárok utcája, süteményes sor, civilek udvara,
És sorolhatnám. Ez mind van ezen mind van. Egy rendezvényen? Igen. A következőről szól a történet. A tótok azok érdekes emberek, mi tótok vagyunk többségében, és Békésmegyre jellemző is, mint mondtam, a betelepültek a török dúlást követően, mi szeretünk jól élni, szeretjük a finom dolgokat. Hát Bandi nem említette a birka pörköltet, és nem említette a különböző gasztronómiai egyéb más rendezvényeket is van, töltött káposzta, hurkatöltő, meg kolbásztöltő, nem csak Békés Csabán. Hát nem lehet leköltözni szarvasra, hogy az ember minden... Most hétvégén halászléfőzővel se lesz a matek gondozásában a Halászati Kutatóintézetben, tehát mi a halászlét is nagyon szeretjük, a turósúszát is. De a birka pörkölt például, az gondorosan, szarvason, ja is, ha még valamit akarnak tőlem hallani, elmondom, hogy Békés megyében nem igazán csak a Békés Csabé kolbásza jó, és nem csak a gyulai kolbásza különleges, hanem a Tóth Komlósi a legfinomabb. Kóstoltam, volt Tóth Komlósi kolléganőm, amikor mentünk föllépni. Ekte tótok, és a saját receptjük szerint készítik, ezt rokonítja szarvas is, tehát közel van egymáshoz, de nem szabad elfelejtenünk, a békésiek is nagyon értenek. A mezőberényiek. Tehát nálunk a jó környék. Kolbász nem olyanféle ilyen nagy disznóolas, ilyen tenyészetből vágják le és ebből készítik, hanem igazi háztáji sertésből szokták csinálni. Ez nem vizes, nem esik össze, és sokáig eltart. Úgyhogy, hát ha nem vesszük meg? A rendezvények tekintetében persze Békés Csaba prima vezető e tekintetben, ő a legprimább. Nagyon jó kolbászt csinálnak Békés Csabán, de Tóth Komlós, szarvas, békés és sorolhatnám mezőberény, ezek az igazi tóthelyek. Bár a mezőberények azok svágok egy kicsit, de ők nagyon precízek, úgyhogy másolták rólunk a kolbászt több, mint valószínű, de nem megbántva őket, fantasztikusatnak csinálni. Szóval itt a gyúrás technikája, a fűszerezés, a füstölés, a tárolás, ezek mind nagyon fontosak. Ha valaki finom kolbászt akar enni, akkor Békés megyében bármiket választhatja, bármik települését, mind fantasztikus. Csak mit tudunk különbséget tenni közte, ez nem jelent rivalizációt, hanem tényleg vannak némi nüansznyi különbségek a kolbászok között. De hát, térjünk vissza a szilva napokra. Ugye ez majdnem 3 nap. Igen. Most egy kicsit úgy is segítsük a nézőket, hogy mi van az első nap, mi van a második nap. Természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy jövő generációja nélkül nincs hagyományőrzés, hagyományápolás. Gyermekek iskolák bevonásával, felvonulással indítunk. Most az új helyszín kapcsán a Tesedik templomától fogunk elindulni, az lesz a gyülekezési pont, és jutunk el a Vízi Színházig. Hál' Istennek testvérvárosi delegációk, művészeti csoportok, civil szervezetek, és ahogy mondtam... Tehát egy felvonulást képzeljünk el? A város összes iskolája részese ennek az egésznek, felvonulnak, és örömmel veszik birtokba gyakorlatilag a délutánra elkészült tematikus udvarokat, kirakodóvásárt. Meg a színpadokat meg is. A színpadokat de felvonunk a saját fúvózenekarainkkal, tudnék több van, rezes bandánk van, meg... Az jó, azt szeretjük, amikor rezes banda szól, az olyan hangulatot csinál. Egy kisvárosnak az adja a hangulatát, nekünk van még egy ilyen játszóhelyünk a zenepavilon, ahol esténként, szintén 65 estén keresztül, minden este zene van a városunkban, és sörözni is lehet mellette a 100 éves tölgyfák alatt. És az teljesen ingyenes. Ingyenes. Péntek este Best of Gesti, tehát Gesti koncert várja az ide látogatókat. Ezt már is megjegyzem, hogy ma már, úgy, ahogy polgármester úr is említette, ingyenesség nincs. Egyedül ez a koncert, ez belépős lesz. Már csak azért is, mert az 1200 férőhelyre, ha most megnyitnánk ingyenesen, nem tudnánk kezelni a nézőket. Szombaton 10 órakor indítjuk a programokat, programkavalkáddal, ne hagyjam ki a kölyök udvart, a gyerekeknek egy külön játszótér, olyan színpadi programok, ahol az idén igyekszünk a saját művészeti csoportjainkat bemutatni, de ott is olyanokat, akik a saját műfajukban mondjuk országos élmezőnybeliek. Tehát ha már említettük a fúvós zenekarunkat, vagy egy táncegyüttest, hip-hoposainkat, stb. Ezek hál' Istennek mind országos szinten a saját
kategóriájukban saját műsorjukban jegyzettek. És vannak kiváló színészeink, csodálatos hangon, akik különben műsort adnak a saját repertoárjukból. Ezek operettek, műzikerek. Mostanság nagyon divatosak az operettek és a műzikerek, sőt a régiek is. Hála Istennek, gála műsor, gondolom. Szombat este egy gála műsor jelleggel, szombat este a színművészeink fogadják a látogatókat belépő nélkül, slágerek a válogatás, vasárnap a színészeink, a társulat operettekből állít össze egy délkörüli vendégvárót, és Szentegyházáról egy fúvózenekari big band. Testvérvárosunk, és meghívtuk őket, csapat, és több napon keresztül zenélni fognak a városunkban. És hát a fúvós zenei kategóriában, de mégis a jazz világát, a világzene világát fogják bemutatni, tehát nem a tradicionális fúvózenekar. Most aztán Bandi azokról beszélt, amelyeket ő szervez, de ezen kívül még a városban vannak olyan szervetek, akik ennek a programnak a kiszélesítéséről gondoskodnak, többek közt kerékpáros túrák, gyalogos túrák. Ott van az Arborétum, ami fantasztikus, és a Bolzák csodája, és odahozták a világ fáit, szarvasra, egy csodálatos arborétumba. Van a történelmi Magyarország közepe, amely európai Szent István államának mértani közepe, és ez Szarvason van. Ez pedig hitás, egy certifikáttal ellátott történelméke, igen. Ezen kívül ott van a mini Magyarország makettpark, amely az összes jelentős nagy magyarországi épületet, vagy legalábbis abból egy hatalmas csokrot kínál a látogatóknak. A gyerekek imádják. Nem kéne ezt hétre növelni? Hát ennyi mindent nem lehet megnézni egyszer. És ugyanakkor ott van még a Körösmajos Nemzeti Park, aminek igazgató ugyan az a rendszerváltás óta, mert kiváló ember, és csodálatos programokat csinál a gyerekeknek. Meg lehet ismerni állatsimogatástól kezdve sok olyan alföldi állatfajt, amelyen hétköznap csak éppen röptébe lehet találkozni, ott meg is simogathatják, vagy éppen látják a pusztában, de nem érnek a közelébe. Fantasztikus dolgok történnek még ott. Ezen kívül pedig a vízisportokból, a szapolástól kezdve az úszásig, és mint mondtam, kettő holtág hajunk van, amelyeket csodálatos túrákat lehet a holtágon tenni, hogy megismerjék az üdülő övezetet is, meg egyáltalán sétáljanak sétahajóval a holtágon. Fantasztikus hely. Természetes dolog volt számunkra, hogy szép természeti környezetben élünk. Épített örökségünk ugye szegényes, hisz 300 évről beszélhetünk, ezért úgy gondoltuk, hogy a fesztiválokkal, a kulturális turizmussal, a kulturális kínálattal próbáljuk kiszolgálni saját lakosságunkat, és hát természetesen a Szarvasról elszármazottak, és így azok rokonai, ismerősei is jöttek, és eljutottunk mostanra odáig, hogy ez a hármas egység szépen kiegészíti egymást. És talán végszóként annyit, hogy Munkácsi festmény kiállítás várja még a kedves nézőket. A szilvanapokon belül? A szilvanap az utolsó hétvége, amikor egy teljes nyári sorozatban megnézhetik a Szarvasi Múzeumban. Azt, amit még nem nézhettek meg Magyarországon, mert egy különleges kiállítás, magángyűjtemény, 70 festmény kerül Munkácsinak. A világ minden tájáról megvásárolt képek, amelyek még nagyon ritkán voltak láthatók, és szalonokban, meg különböző szobákban, magángyűjteményben hevertek eddig. Most ez Szarvason látható a Testvér Sámuel Múzeumban, fantasztikus dolog. És ha már szilva napokról beszélünk, hát azért ismerkedjünk meg a szilvával, itt több fajtáját is látjuk. Milyen? Jöjjét hozzá. Augusztus végéről van szó, nem tudjuk bemutatni július közepétől október végéig érő nagyon-nagyon sokféle szilvafajtát, de a nyári ringlószilvából az utója, az itt van, a nagyobb, húsosabb szilvák, a magvaváló szilvák itt vannak előttünk, beszterceitől kezdve a klasszikus szilvákig minden, ugyanis őseink nagyon klasszul kihasználták a dolgokat, befőttől kezdve, ciberén, levesen keresztül, lekvár, aszalvány, és hát amiből mondjuk nem lett mindez, abból pálinka lett a legvégén, cefrésítve, de hát utána jött a gasztronómiának a csúcsa, amikor ezeket a lekvárokat, dzsemmeket már süteményekben használták fel, ezt is felvonultatjuk és megpróbáljuk megmutatni a nagy közönségnek.
Mondta, hogy van a sütemények sora. Én azért megmutatok egy-két gyönyörűséges szilvát, mert hát ezt nem lehet kihagyni. Nézzék meg a csodát, vagy ezeket az aranyló, ringló szilva, ha szabad így mondani. És lássunk csodát, amikor ilyenből ilyen lesz, hát azért ez sem mindegy, valljuk be. És még mondták, hogy itt kézműves sörök is vannak, hát ez fantasztikus. Mi lehet mondani, hogy mi a legfinomabb étel, ami szilvából készül? Egyről szeretnék szót említeni, a szilvával töltött pulykamell. Van egy olyan húsfeldolgozó üzemünk, akik a Szilva Fesztivál kapcsán készítették el az első aszalt szilvával töltött pulyka mellett. Annyi jót mondtunk el, hogy most már egyetlen egy maradt hátra. Kedves polgármester úr, ön volt a mi tudósítónk. Kérem, hogy hívja meg nézőinket. De megkérdezni azt, hogy mit szeretek legjobban a szilvával, a töpörtyűs papucsot szilvalekvárral. Szeretjük. Nagyon finom, szeretjük. Nagyon finom. Kérem. És akkor engedjék meg, hogy meghívjon őket Szaros városába, mégpedig a Szilva napra, ahol nem csak a szilváról lesz szó, hanem a gasztronómiáról, szórakozásról, pihenésről és kikapcsolódásról. Várjuk önöket nagyon sok szeretettel, jönnek Szarvasra, mert csodát látnak ott, ahol mi élünk, és imádjuk ezt a kisvárost. Császfalandással és a szarvasiakkal együtt. Legyenek vendégeink a hétvégén. Yeah.
járvány hídján túl, ott a tündér táj. Távol nem terem bánat az ég oly kép. Távol valóra válhat, mint az mi álom szép. A gonosz, mint a hópehely, ott olyan gyorsan olvad el a fényben. A hídhoz széles út vezet, de odaérni nem lehet. Ó, miért nem? Miért nem? Szállni. Stefánián egy festfiát kerem, és a gombjukamban virág terem. Egy szép platános út, langyos esti szél a fülembe súg. Ragyoghat napsugár, ragyoghat holdsugár, egy festfiát kerem, vidám a nyár. La 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 la. A Stefánián egy festfiát kerem, és a gombjukamban virág terem. Egy szép platános út, langyos esti szél a fülembe súg. Ragyoghat napsugár, ragyoghat holsugár, egy festfiát kerem, vidám a nyár. Patak fut két hegy között, tiszta friss vize csobog, soha nem lankad, meg nem áll, táplál ember s állatot. Partjain épül egy falu, ki tudja mióta már, az idő olyan, mint egy patak, csak fut és soha meg nem áll. Ez a mi szűke pátrián, kis templom s véngesztenye pár, szép hazánk kicsiny szeglete, bérfalu a becses neve. Mögöttünk sok-sok nemzedék,
itt éltek, s haltak nagyon rég. Nagyon rég. Ki hogyan tudott boldogul? Boldogul. Szerették ezt a kis falut, Bagolyvárs új telep között. Boldog ki ide költözött, ismerős hang, ha rád köszön, szemedben csillog az öröm, szívünknek kedves ez a föld, ahol a fű oly üde zöld, és tiszta, friss a levegő, ez béren még meglelhető, mert van nekünk kérem mindenünk, rétünk és nagy hegyünk, és a dzsungelre szomjazunk, a mulaton gombázgathatunk.
csupa napfény, fenn a hegycsúcs, fut az éjjel, messze jár, mintha széles szárnyom vinne, felemel a napsugár. Széna illat, vár a réten, sokszor arra járok én, fehér valam száll az égen, arany eső hull köré. Ó, la paloma blanca, fel-fel az egekig száll. Ó, la paloma blanca, boldog, mert itt van a nyár, hát gyere velem, a szerelem vár. Sokszor voltam már a vesztes, fogva tartott száz bilincs, de ma végre rád találtam, és most semmi gondom nincs. Ó, la paloma blanca, fel-fel az egekig száll. Ó, la paloma blanca, hát gyere velem, a szerelem vár. Sokszor voltam már a vesztes, fogva tartott száz bilincs, de ma végre rád találtam, és most semmi gondom nincs. Ó, la paloma blanca, fel-fel az egekig száll. Ó, la paloma blanca, boldog, mert itt van a nyár, hát gyere velem, a szerelem vár. Ó, la paloma blanca, a szerelem vár, a gyerelem, a szerelem vár, a gyerelem, a szerelem vár. Járunk az úton, de én már tudom, hol vár rám a boldogság. Távoli tájak hiába várnak, itt vagyok itthon. Bármerre mentek, ne keressetek ennél szebb virágokat, mert van egy sziget, egy csodás sziget, hol elfelejted gondodat. Nem tudom, már hétfő vagy kedd volt, mikor megismertelek, szívem nyár öntötte el. Nyíltak a szigeten a rózsák, ott bolyongtunk délután. Itt sziget rózsái, szerelmeknek lángjai, gyújtsátok fel szívemben, a volt szerelem. Margit sziget árnyai, a szerelem vágyai, folyton vissza-vissza vár. Gyorsan elrepültek, oly szép volt a nyár. Kéz a kézben álmodoztunk, árnyas úton összebújtunk, búcsúzni kell már. Ó, az a nyár. Margit sziget rózsái, szerelmeknek lángjai, gyújtsátok fel szívemben. Sziget árnyai, a szerelem vágyai, folyton vissza-vissza vár.
A szívem nyitva, és már megrészegített az ég. Lenn az utcán, tartott az ünnep, és te egyszer csak hozzám léptél. Nem mondtál semmit, nem kértem semmit, ó, csak táncoltunk órákon át. Eljött a hajnal, egy csöndes dallal, és te eltűntél mellőlem végleg. Úgy tűnik végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina.
éreztél. Forró nyár volt, a szívem nyitva, és engem megszédített már az éj. Lenn az utcán, hozzám léptél, aztán ott hagytál, oly könnyedén. Én most is várlak, még mindig várlak, hát ha eljössz még egyszer, majd értem. Itt lesz a hajnal, azzal a dallal, és te nem tűnsz el mellőlem végleg, nem hagysz itt végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. 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 Én most is várlak, még mindig várlak, hát ha eljössz még egyszer, majd értem. S itt lesz a hajnal, azzal a dallal, és te nem tűnsz el mellőlem végleg, nem hagysz itt végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megvérgeztél. Egészségünkre. És most azt hiszem, hogy igazi ajándékot adunk, egy újdonságról fogunk beszélgetni. Egyszer már említettük, és ez most aztán tényleg kiteljesedett, eltelt egy hónap, és Tibor azt mondja, hogy nagyon jók a visszajelzések, hogy miről? Viszér, ízület. Kedves Tibor! Olyan jó, hogy megint együtt vagyunk. Hát ez mindig jó, és ez már 16 éve így van, hogy minden héten találkozunk Glóriával, na nem csak itt a stúdióban. Nagyon kedves barátok vagyunk már nagyon régóta. De az, amit hoztam neked, hogy próbált ki, tűnik, én a Glórián mindent kipróbálok, és amikor jó a visszajelzés... Én vagyok a nyúl! Mikor jó a visszajelzés, azt mondja, na, ezt mondjuk meg a családnak is, úgyhogy most így a családot van. Értesítem. Így van, majd a próbanyúl időnként... Beleszól. Azért ragadott meg nagyon az a gondolat, hogy hogyan lehetne segíteni az varikózison, tehát a viszeres lábakon, és nem csak lábak, hanem más területen is, ahol vannak a hajszár kékerek. Kísérleteztem most már nagyon régóta, hogy melyik recept lesz a legjobb, és azt hiszem, hogy megtaláltam. Úgyhogy ez egy olyan krém, ami gyakorlatilag egy csomóféle gyógynövényt és fűszereket tartalmaz, és hát az egyik fő komponense természetesen az Artemisia alva. Benne a krémben is? Benne a krémben is. Na, tényleg újdonság. Amely, mint tudjuk, sejtregeneráló. Na most ott, ahol ilyen helyek vannak, mint a erek, a kék vagy a kidudorodó, teljesen mindegy, több minden sérül. Most ahhoz, hogy ez megszűnjön, én úgy gondoltam, hogy ki kell próbálni, hogy mennyire tud ebben segíteni nekünk az Artemisia alva. És lássanak csodát, én úgy tapasztalom a visszajelzések alapján, hogy ez jónak tűnik. De hozzáteszem rögtön, mert muszáj, hogy valami más is történt, mert nem csak a varikózis, tehát az erek problémáira találtunk erre megoldást, hanem például a száraz bőrre. Nagyon sok embernek száraz bőre van. Bizony. És valljuk be, hogy ahogy idősödünk, egyre csökken a víztartalom, a lipidek hiányoznak. Bizony, bizony. Az orvostudomány egyik nagyon nehéz szakterülete a bőrgyógyászat és egyáltalán a bőrrel kapcsolatos problémák megoldása. Úgyhogy
Én házasítottam néhány olyan dolgot, amit eddig külön-külön voltak. És én nagyon remélem, hogy ennek a használatával olyan sikerük lesz vele, mint egy-két rokonomnak, meg saját magamnak, mert én magamon mindent kipróbálok. Na, akkor most kezdjünk el ismerkedni. Ez akkor egy kenőcs, egy krém? Ez egy olyan krém, amire kipróbálták, például elhanyagolt lábak, hogy így mondjam. És a láb ujjak köze, a láb boka, láb szár, és ez a hölgy, egy nagyon idős hölgy, kapott tőlem ajándékba egy tégelyel, hogy próbálja ki, és majdnem sikoltozva hívott fel, hogy mit adtam neki. Jézus Mária, mi baj van? Azt mondja, baj? Az a baj, hogy nem előbb adta. Szóval, és én azt érzem, hogy mivel hogy ártani ezekkel a termékekkel nem tudunk. És Kínában arra biztattak, hogy mindig, aki mer, az nyer. Tehát új újdonságokat kell kihozni. Én nagyon remélem, hogy ennek lesz. Tehát akkor egyszer viszélre ajánljuk, igen. Meg általában az erek állapotának javítására, de hát ugye a legfájdalmasabb a viszér. Aztán ajánljuk a bőr felület, ami száraz, pikkelyes, vagy minden területen. Tehát az egész testet borító bőrrétege bárhol. Igen, az intim részeken is, ami nagyon sok embernek problémája. Hála Istennek kezdenek megnyílni kedves családtagok, és őszintén beszélnek, hát úgy tudok igazán segíteni, hogyha minél többet tudok a probléma körzetéből is, mert nem csak a problémáról kell beszélni, hanem hogy mi van még. Ezek mindig összefüggésebe vannak egymással. És ami számomra érdekesség volt, hogy ugye szóba kerültek az ízületi fájdalmak is. Hogy jöhet össze a viszér, valamint az ízület? Mi a közös bennük? A gyógynövények. És a gyógynövényeknek olyan válogatása, és olyan mennyiségi válogatása, hogy miből mennyi. Azért nem múlik el az a 25 év, amióta én gyógynövényekkel foglalkozom, és az a tudás, ami nem hangsúlyozom Kínát, mert az egy nagyon-nagyon jó volt, de nekem idehaza Béki tanár úr, és sorolhatnám még azoknak a nevét, akiktől nagyon sokat tanultam. Nekem már akkor megvolt már a Treben könyve, amikor még nem is lehetett magyarul fordításban megkapni, hanem ilyen xerox, vagy nem tudom, lapokba másolták, és akkor vettük laponként, nem tudom, 50 forintért, vagy valami ilyesmi. Szóval kezdetek óta. A másik, hogy bármennyire furcsa. Én azt akartam, úgy indultam ki, hogy a viszerekre, de volt olyan bátor hölgy, aki az arcára is fölkente, és bizony ott is eredményeket értünk el. Azt mondd meg, hogy akkor aki téged megkeres, ő már kipróbálhatja, tehát most már valóban most már van. Létezik? Igen. Mert ugye az első prototípus az még inkább csak önök tudtak róla, még nem volt annyira. Továbbra is van egy gyógynövény kertészetem. Az a borzalmasan jó dolog, amikor felfedezek valamit, és ezzel örömet tudok szerezni másoknak, a problémák megoldását. És most már ugye 70 fölött nem akarok új vágyakat építeni, egyetlen egy vágyam van, hogy minél többet tudjak segíteni az embereknek, mert sok a probléma. Legyen így, az asztalon most is itt van az Anno Artemisia, hiszen említettük, hogy a kenőcsben is van belőle, de tulajdonképpen ezt egy állandóan ajánlhatnánk, mint egy napi segítőt. Igen, gondolkodtam, hogy mit lehet elmondani, mert ugye ennek a teljes receptúrája le van adva, tehát ez egy hivatalos, engedélyezett dolog, viszont nagyon sok minden múlik az arányokon. Szóval nem az a lényeg, hogy neve legyen a gyereknek, hanem az, hogy tartalma legyen annak a gyereknek, ugye? Uh-huh. Tehát az nem elég, hogy Gabika, hanem azt is kell tudnunk, hogy az a Gabika, aki ebben nagyon jó. És akkor ő belőle egy órát kérek a munkájából, a másikból meg 12-t. Uh-huh. Tehát így a sok-sok év tapasztalata és kísérletezése hozta ezt az eredményt. Akkor ne felejtsék el, hogy az Anno Artemisia bármikor legyen otthon,
be lehessen szedni, főleg majd, ha jönnek később a rossz idők, de akkor úgy is fogunk róla beszélni. De jó, hogy megemlítetted, mert az, hogy hazajönnek az emberek a világ minden tájáról, az Isten tudja, miket hoznak haza, és saját magukat, meg az itthoni családtagokat, meg a kollégákat, meg a környezetet, nem baj, hogyha össze-vissza megelőzik. Fertőzik. Tehát nem biztos, hogy betegek lesznek, de az ilyen-olyan baktériumokat a különböző országokból, vírusokat hozhatják, és lehet, hogy van, aki pont arra így van. Érzékeny. Így van. Amit elég ritkán hangsúlyozzuk, hogy alapsejtreguláció. Tehát az, hogy a szervezetben pusztuló sejtek öregedése és elpusztulása meghosszabbítható az élettartam. Hogyha meghosszabbítottuk ezt az élettartamot, akkor a saját életünk időtartamát is meghosszabbítjuk azzal, hogy ezt a annual kapszulát bevesszük minden áldott nap. Ha kell, ha nem kell. Hát vizet, levegőt, ételt, bármit minden nap fogyasztunk, akkor egy olyan létfontosságúnak ma már mondott dolog, amely bizonyított tényeken alapul, drága fagylaltokat, italokat, söröket, cigarettát, stb. Ezt mind úgy, ez természetes. Na de a szervezetünk nem érdemli meg azt, hogy amit rossz van benne, azokat kiűzzük, vagy megelőzzük a nagyobb bajt, vagy rendbe tegyük magunkat. Így van, ezt nagyon jegyezzék meg, amit most mondott Tibor. És akkor most jön a meglepetés, az ajándék. Egy különleges műsorról fogunk beszélni. Igen, én a belvárosban lakom 50 éve, és nagyon szeretek a belvárosban lakni. Én Kispesten születtem, de örömmel megyek haza, mert mégiscsak az volt a gyerekkorom csodája, de a belvárosban nagyon jól érzem magam, és úgy döntöttünk, hogy kaptunk egy lehetőséget, hogy a Belgrád Rakpart 21-ben csinálhatunk egy ajándékműsort a belvárosiaknak, és ez annyit jelent, hogy 10 kollégámmal és egy nagyon nagyszerű cigányzenekarral csinálunk egy jótékonysági délutánt, ami azt jelenti, hogy ingyenes a belépő, és nagyszerű énekművészek fognak énekelni. Egyetlen egy célunk van, érezzük jól magunkat, és aki nem tud elmenni szombaton, vasárnap, mert akkor is dolgozik, hát jöjjön el hétfőn, délután 3:30. Tehát ez most akkor hétfőn van, ez fontos, figyeljünk oda. Igen, hétfőn délután 3:30 kezdünk, Belgrád Rakpart 21, és várunk mindenkit szeretettel. Egyetlen egy feltétel van, hogy előtte telefonálni kell, hogy milyen névre tegyük félre a helyet, mert jegy nincsen, viszont azt sem akarjuk, hogy túl sokan legyenek, mert akkor meg nem lehet állni a nézőtéren. Tehát akkor még egyszer, 11-én hétfőn, 15 óra 30-kor egy csodálatos gála délutánon vehetnek részt. Én szeretném, ha most gyorsan felolvasnád az énekesek nevét. Tehát közel működik Ötvös Csilla művésznő, Kovács Böske, Kovács András, Ócsa Julika, Olák Kati, Bertók György, Püsök Erika, Morvai Pálma és jó magam. Hát, amint hallották, fantasztikus a fellépő gárda, igazán mindegyik remek énekes, ami viszont nagyon fontos, ahogy Tibor mondta, hogy be kell jelentkezni, hiszen ha egyszer megtelt a terem, akkor bizony már azt fogjuk mondani, hogy nincs több hely. Jelentkezni kell Cinikénél a 0630 614 93-as telefonszámon. Aki kapja Marja, minél hamarabb telefonálnak, annál hamarabb jutnak hozzá a lehetőséghez. Tibor, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és én azt hiszem, hogy tőled mindig kapunk ajándékokat. Hát most tekintsék ezt ennek. Ezt őszintén mondom, és te is tudod, hogy nem hirdetjük máshol, csak a belvárosiaknak, és itt a mi családtagjainknak. Hát Tibor, azt hiszem, hogy ma nagyon szépen zártuk ezt a mai adást. Azt hiszem, hogy jót beszélgettünk egymással.
ha mégis lemaradtak volna valamiről, vagy nem tudtak egy számot fölírni, akkor nézzék meg az ismétléseinket csütörtökön hajnali 3:30-kor, csütörtökön kora délután 1:30-kor, szombaton 18 órakor, és vasárnap reggel 8 órakor. Hívják a műsor állandó telefonszámát, ott én személyesen tudok segíteni, viszont azt jelenti, hogy többször kell próbálkozni. Ez nem más, mint a 0620 9 340 330. Kívánok Önöknek gyönyörű hetet, menjenek, kiránduljanak, sétáljanak, megnézzenek minket. És ne felejtsék Tibor tanácsát, hogy éljenek egészségesen.